Megdöbbenéssel értesültem, hogy a Tükepus ZRT bérfuvarokat vállal a megyében és azon túl vonatpótláshoz, írt a közleményében a pécsi Fidesz frakció vezetője a Napokban. Elfogadhatatlanak tartom, tekintettel arra, hogy már most is rengeteg panasz érkezik a pécsiektől, hogy kimaradnak járatok, nem akkor jönnek, nem tartják a menetrendet, és az egész ez a sofőrhiányra vezethető vissza. Tudjuk, hogy tavaly a sofőrök 10%-a hagyta ott a Tükebuszt, és az idén félő, hogy folytatódni fog, ugye a nem megfelelő bérezés miatt. Az ügyben levélben kereste fel Pécs polgármesterét és kért tájékoztatást, mondta stábunknak a politikus. A város alpolgármestere szerint nem azért maradnak ki járatok, mert 10%-kal kevesebb sofőr van a Tükebusznál. A járatmennyiség és a lakossági használati arány alapján látjuk, hogy csúcsidőben alapvetően a sofőrök és a többsége megvan, ugye itt a gyorsításra kell gondolkodni, de vannak még olyan járatok, amelyeken gyakorlatilag nincs utas. És ugye ezeknek a járatoknak a felülvizsgálatát kértük a szakértőktől, részben a költségvetési szempontok, részben esetleg buszcserék kialakítása, vagy kisebb, nagyobb buszok, egyebek. Ezt végzik, erre utaltam, hogy ezt csinálják. A másik része pedig az, hogy előttünk van egy jelentős nyugdíjazási időszak. Így a következő években fog problémát okozni a buszvezetők hiánya Pécsen, mondja az alpolgármester. Ezért a város szeretne például női sofőröket bevonni a közösségi közlekedés bonyolításába.